Sziasztok, Zozóka vagyok. Last Prophet. Befejezte a magyarítást. Köszönöm szépen neki és a segítőinek. És akkor a csatornámon el is indul ennek a nagyon érdekes, nagyon különleges játéknak a végigjátszása. Igen. És megfogadtam, megint én a paddal játszok. Oké. Megfogadtam, hogy nem fogok itt sokat dumálni a játék elején, hanem bum bele a közepibe. Hi mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Imádom ezt a játékot. Hát annyit elárulhatok, hogy én már végigjátszottam. És teljesen elvarázsolt. Az egész, ahogy föl van építve, az egész játéknak a hangulata. Nagyon sok díjat nyert a játék, és szerintem megérdemeltem. Persze, nem mindenkinek tetszik ez a típusú játék. Itt is vagyunk. Caitlin Greenbrier, Portland, 270-es járos, 95. június 6-a. És nagyon, ugye, hogy én már végigjátszottam magyarítással, és nagyon érdekes az egész játéknak a dátuma is. Majd meg fogjátok látni. Csodálatos ez a játék, annyira élvezem. Tehát 95. június 6-a van. Majd adom a hülyét jó sok esetben, hogy mintha most játszanám először végig. Nem lesz nehéz, tehát én nagyon bírom adni a hülyét. Megérkeztünk. És senki nem vár minket. Két. Ahol nincs felolvasás, ott akkor én engedelmetekkel felolvasom, jó? Kéti, sajnálom, hogy nem lehetek ott veled, de most nem lehetséges. Kérlek, kérlek, ne kutass utánam. Nem akarom, hogy bárki is tudja. Egyszer majd még találkozunk. Ne aggódj miattam. Szeretlek, Sam. Ez a kis cédula várt minket itt az ajtón, és nem tudunk bevenni a bejáratom. Pillanat! Egy nagyon kis türelmeteket kérem. Minden maximumon van, tehát hogyha a videóban sajnos halk lesz valami, akkor nem tudok vele mit csinálni. Ez az. Most ajtót becsuk. Karácsonyi kacsát felvesz. Igen, megvizsgálhatjuk a kacsát. Látjuk, hogy került 66, nem, 5 dollár, majdnem 6 dollár, 5 dollár 99 cent. Ez az. Házkulcs. Most már be tudunk menni. És mindent szépen visszapakolunk, mert rend a lelke mindennek. Rend, fegyelem, pedantéria. Imádom ezt a játékot. És itt vagyunk. Szépen becsukjuk magunkat. Mögöttünk az ajtót. No. És hát nem tudom, hogy ki látta a bevezető epizódot. Tehát az a feladatunk, hogy kiderítsük azt, hogy mi ez az új ház, mi ez a ház, illetve hova tűnt mindenki. A kis családunk, akik itt találhatók. Ugye balról jobbra kell érteni, Sam, ő a hugunk, Kéti, ő vagyunk mi. A anyukánk, apukánk, és ugye a Jen és Terry.
Ő a mi kis családunk, akik eltűntek otthonról. És ezt kell kiderítenünk, hogy hova. Ugye mindent föl lehet venni, mindent meg lehet vizsgálni, minden nagyon fontos lehet. De az majd a teljes történet, illetve az egész ház átvizsgálása után esetleg derülhet fény, hogy... és a kis apró érdekességeket majd úgy tudjuk összerakni. Nagyon alaposan végig kell nézni mindent. Útmutató az új háztól a munkahelyig. Flintlock nemzeti erdő, erdészállomás. Arbor Hill után balra. Jó, ezt nem olvasom föl. Oké. Bejárat jobb oldalon végút után. Utazási idő 1 óra 15 perc. Új háztól a munkahelyig. Ugye... azt már lehet tudni, hogy most költöztek be a házba, és Kéti, vagyis mi, még nem is láttuk ezt a házat. Ennek majd szépen mind a nyomait már például itt is lehet látni. Látjátok? Tehát ugye nem véletlenül vannak ezek a dobozok. Azt majd mindjárt megnézem, csak most először ezt a szekrényt, vagy komodot vizsgálom végig. Természetesen, aki kedvet érez a játékhoz, az ne fogja vissza magát. Szerezze meg, vegye meg, és játssza végig, mert higgyétek el nekem, hogy ez egy irtózatosan nagyon jó játék, érdekes, teljesen jó, hogyha magányodba bezárkózol a kis szobádba, legalább sötétbe, erősíted a hangerőt, és úgy szépen végigjátszod a játékot. Mert nagyon jók a hangok is, ez az eső, ez teljesen megőrít engem, tehát annyira imádom. Nincs, itt nincs semmi. Ne érezd magad kutyául a 17. születésnapodon. Boldog születésnapot, Sam. Harry bácsi. Sam 17 éves. Legalábbis amikor azt a kislapot kapta. Tehát ne fogja vissza magát, mert teljesen más ugye magadtól végig játszani és úgy földeríteni. Semmi titka nincs az egész játéknak. Szépen járjátok végig az összes helyet, szobát, nézzetek be minden szekrénybe, stb. És kutassatok át mindent. És szépen nem lehet elakadni a játékba, ezt megcsináljátok. Azt mondja, hogy erdészeti szolgálat, Janice Greenbrier, fő természetvédő, tehát az anyukánk az egy természetvédő és vadőr. És hát mindenhol kicsomagolatlan dobozok. Mozgasd a vizsgáltárgy forgatásához, az alapokon túl társas játék. És mint mondottam, volt, hogy mindent érdemes megforgatni, megnézni. Mert hát, ha találunk róla, vagy rajta bármilyen információt. Például... Goodfellow középiskola. Valószínűleg, hogy ugye a hugunk jár oda, a Sam. Illetve, bocsánat, tehát Samantha. A Sam az a rövidítés a Samantának. És valószínűleg ő jár oda. Vagy járt, ez még ugye nem derül ki. Azt mondja, hogy költöztetők Kft. Terence Greenbrier, cél Albert Hill. Dátum, azt nem látom, ki lehet azt valahogy deríteni? Nem látom, hogy ezen lenne dátum, hogy körülbelül mikor költöztek ide. Szerintem előbb-utóbb majd találok róla információt. Nagyon-nagyon sok munka volt a magyarítással, azon kívül, hogy ugye le kellett fordítani értelemszerűen, de hogy írta Lovecraft, hogy belefutott egy-két érdekes... Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house.
I'm at a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Elég sok díjat kapott a játék, tudomásom szerint például a szinkronér is kapott díjat. Ja, gyorsan gyújtsunk pilácsot, nagyon félek. Szappont felvesz, tehát mindent föl lehet venni. Azt nem tudom, hogy persze sok tárgynak azért nem mindig van értelme. De mindent át kell kutatni. 50 verseny, akár 21 ezer dollár értek a nyeremélyekkel. Stephen King. Ez írók magazinja, vagy valami ilyesmi. Ugye author, hiszem az írót jelent, nem vagyok benne biztos, hogy writer az író. Mindegy, tehát valamilyen magazin, aki a íróknak szól. Akkor inkább úgy mondom. És bocsánat, hogy ennyit tökölök, de ezt így kell végigjátszani, ezt a játékot. Tehát szépen mindent. Jaj, de sötét van itt. Aha. És ugye, még nem tudunk bemenni. Szörnyű, megöl a kíváncsiság. Az egész... a lámpát felkapcsoltam be. Nézzük csak. Kedves Jen, annyira jó újra hallani felőled. Ez az egész új házas dolog elég komoly kaladnak hangzik. Most már nem érdek meg a dörgéstől. Emlékszel még a kicsi közös koleszszobánkra az első egyetemi évünkben? Amikor szánalmasak voltunk és az állomásunkról álmodoztunk. Szánalmasak voltunk és az álmodoztunk. Mindig is egy villát akartam, te pedig egy házat az erdőben. És lásd csodát, ki kapta meg mindkettőt? Valaki odafent kedvel téged? Nekem is jól jön elféle varázslat. Küldj egy pár lottószámot. Megjátszom őket. De nem szabadna panaszkodnom erről a régi kétszintes házról, ami azóta megvan, hogy Bobot Winnipegbe helyezték át. Épp most vásároltunk linoleum burkolatot. Gyönyörű lehet. Irigy vagy már? Csak szólj, ha helyet akarsz cserélni. Szóval, hogy vannak a lányok? Kéti már elment a nagy európai kalandjára? Ha már az irigységnél tartunk. Nézzük meg az eredeti szöveget. Left, megszom, ír vissza. Ja igen, jó, ennek így van vége szerintem. Vagy megint itt hiányzik egy sor, nem tudom. De ennyi a vége, tehát ha már az irigységnél tartunk, pont. Igen, ez volt az egyik probléma, hogy... ahányféle verzió volt, itt értsétek ez alatt azt, hogy a tört verziók is, hogy szinte mindegyiknek más volt a... Nincs itt semmi? A betűmérete. És ezen kellett dolgozni. Könyvet felvesz. Biblia. Házi biblia. Egyik trófeámat. Regionális atlétika döntő. Lány 100 méteres váltófutás, első helyezés. Jamie Bloom, Carla Johnson, Caitlin Greenbayer. Ez a milyenké. Tehát nagyon ügyesek vagyunk. És ugye egy évet utaztunk Európában, és az alatt történt tulajdonképpen az, hogy például ugye új házba költöztek a szüleink, és hát ugye ezáltal mi is.
Hogy tudom meg? Gondolom Mexikóban gyárt, vagy Mexikóban készítve a felirat. Nagyon jó. Valaki volt Mexikóban. Ez is atlétikai döntő, távolugrás. Tehát nagyon sportos és csam. Stram Choice a főszereplő. Lépésről lépésre kell haladni. És tényleg fontos, mert ezeket a kis apró történeteket majd így fogjuk tudni megtalálni. Elhagyatott levelekből, naplóbejegyzésekből, cetlikből, firkálmányokból, stb. Hó, útikönyvet. Globális menetrend. 94. június 1-től. Ez valószínűleg, hogy ugye a Katie-nek a menetrendje lesz. Hó, feljegyzés. Sam. Daniel a régi szomszédságunkból hívott. Szeretne átjönni, megnézni a házat. Hívd vissza. Anyu, Daniel tök bolond. Csak azért lógtam vele, mert kiskoromban neki volt egyedül Nintendo-ja. A jőreg Nintendo, úristen. Nekem nem volt, mielőtt még rákérdeznétek. De... volt egyszer egy pár napig egy Super Nintendo-m. Akkoriban volt egy barátom, haverom. És nekem Sega Mega Drive-on volt, neki Super Nintendo-ja, és pár napra elcseréltük, és tök jó, mert tudtam játszani a Super Mario-val, a Star Fox-szal, a Donkey Kong-gal, brr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 
vonal, nem ad vonalat. Ó, üzenetrögzítő. Nézzük csak. Sam. Sam. Hello. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. És ez már mi vagyunk, és ugye ez azért érdekes, mert hallani, hogy nem mi kerestük Szemet. Valaki kereste Szemet. Sőt, hiányzik Szem neki. Ez a szuper. Ezt már néztem? Ezt már néztem. És akkor itt van a kis családunk, amit elmutattam ugye. Tulajdonképpen Sam eltűnt valahova, és a anyu meg az apu is. De be tudunk menni, csak sötét van, bocsánat. Ez az. Igen, van egy térképünk, meg tudjuk nézni, hogy éppen hol vagyunk. Illetve látjátok jobb oldalt az a rózsaszín lakat, az azt jelenti, hogy oda még nem tudtunk bejutni. Illetve meg tudjuk nézni, hogy milyen tárgyak vannak nálunk. Ugye egy útlevél, a nevünkre kiállítva. Nézem azt, hogy milyen dátumok vannak, de... 94-es, de és azt láttuk is, hogy mikori volt. Ez pedig nem tudom, ez reptéri kártya, beszálló kártya. Amsterdamból. És, ja igen. Hol van a célpont? Ugye Portland. Portland. Oké. 95. június 6. Tehát 95. június 6-a van. És ugye ott a naplót majd szépen meg tudjuk nézni. Hát azt úgy képzeljétek el, hogy a végére teli lesz a bal oldal. De látjátok, hogy bal oldalon kezdünk. De a jobb oldal is szinte teljesen teli lesz. Ja, bocsánat. És akkor nyissunk be. Ez egy nagyon-nagyon furcsa nekem most, hogy így végigjátszani egy játékot és ezt kommentálni.
Üdvözöllek nálunk, tanuló! Reméljük, te is annyira izgatott vagy az első napod miatt a Good Fellow középiskolában, mint mi. Kérlek, ne felejtsd el magaddal hozni a következőket az első napodon az óráidra, nehogy kimaradj az izgalmakból. Úristen! Egy erős zsebes mappát, mind a 6 órát hoz. Egy vonalas füzetet minden órára, vagy egy nagyobb füzetet 6 részre osztva. Legalább 6 tollat, kék vagy fekete színűt, és 6 ceruzát, Egy doboz színes ceruzát, egy átlagos kódzáras lakatot a saját szekrényedhez, tartalmas ebédet, vagy 2,5 dollárt az iskolai menza által biztosított ebédhez. Pozitív hozzáállást! Ne felejts el sokat aludni a megelőző éjszaka, az első csengőre, ami 8 óra akkor délelőtt van. Kicsit itt is lemaradt a szöveg. Oh my god, you are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. Jézusom. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Érdekes info. Őrült házas csaj. Miért őrült ház? És hát elolvashattuk szem első napját az iskolában. Oké. Okay. Á, nyitva is hagyom. Csak befelé legyen az ajtó. Szia, anyu, apu és Sam. Párizsban vagyok. Rengeteg párizs dolgot csináltam. Petit... De, jó, ez francia, még annyira se tudok, mint angolul. Ettem, és svájci sapkát is viseltem. Rengeteg filmet kell majd előhivatnom, amikor visszatérek. Sam, hozok neked valamit a Shakespeare-i könyvkiadótól. Mivel te vagy a kedvenc húgocskám? Imádlak benneteket, Kéti. Mi ez? Petit de Janor... Nem tudom. Bocs. Nézek az órámra, és már létezik, hogy 22 perce itt mászkálok. Tehát el tudjátok képzelni, hogy én hány órát ebbe a játékba beleöltem? Ne tudjátok meg. Szerintem jó, ennek megvolt a másik oka is, de azt hiszem 5 vagy 6 órás játékidőm van ebbe a játékba. Nem véletlenül imádom. Ki ez a lány? Ki katona? Nekem ugye nem rémlik az, hogy... Vagy mi lennénk katona? Ez még ugye nem derült ki. Sam biztos, hogy nem merő iskolába jár, vagy járt. És nem hiszem, hogy egyből katonának ment volna. Na, hát ez majd kiderül. Minden esetre nézzük meg a fényképet. Ugye egy szőke lány van rajta. Hát tulajdonképpen lehetne Sam, látjátok? De akár mi is. Nem tudom. Kártyapaklit, gyászjelentést elolvas. Nézzük csak. A Boone megyei Oscar Mason 60 évesen úgy telcsendben otthonában a múlt hónapban. Mr. Mason 1933. szeptember 8-án született abban a házban, amely élete végéig otthont jelentett neki. Fiatal korában szerzett gyógyszerészi végzettséget és visszatért Boone megyébe. A közösség szívében gyorsan egy szeretett alakká vált. A halálát megelőző évtizedekben ritkán látták a házán kívül. A szertartást ezen a héten vasárnap tartják az első metodista templomban délután 1 órakor. Mindenkit szívesen látnak. Leszármazottai közé tartozik unoköccse Terence Greenbrier, valamint lélekben Boone megye lakói, akinek jólétet és vigaszt nyújtott. Tehát unokaöccse, tehát a nagybáncsi. Nagybácsinknak a házába költöztünk. 60 évesen hunyt el. Fiókot becsuk, nézzük meg a kártyapaklit, jó?
Ez amúgy azért fontos esetleg még sok embernek, hogy így átkutassa, mert ugye ha magyar lenne a játék, akkor magyar tárgyakat, magyar feliratú tárgyakat találnánk, ezt értsétek úgy, hogy ami éppen akkor volt menő. Tehát Amerikában ezek voltak a menők, gondolom. Tehát, hogy ilyen kártyapaklikat föl lehet ismerni. Tehát ez azért is fontos. No, akkor ezt átnéztem. Opp, ácsi. Itt van egy összegyűrt levelet. Hé, te vagy az új lány, Sam? Tomi vagyok. Hátul ülök, integes, ha megkaptad. Szia, Tomi, igen, Samantha vagyok, és igen, új. Mizus. Arra gondoltam, mivel új vagy itt, kellene egy barát. Nekem sincs sok barátom, és szeretnék kérdezni valamit, ha nem baj. Nem baj, mit szeretnél kérdezni? Csak a nagybácsi dőrült meg, vagy öröklődik? Hát jó. Szerintem nem fog vele barátkozni. Tehát, hogy a nagybácsia megőrült volna? Ugye, aki meghalt. Na nézzünk ide be. Haladjunk sorban. És így lesz szép kerek a történet. Legalábbis reméljük. Lámpát lekapcsol. Nem akarom lekapcsolni, Isten ments. Mert én félek. Papírt megvizsgál. Valószínűleg, hogy ez apukánknak a dolgozószobája, ugye? Pioneer CLD D703 egyesített lézer lemez, kompakt lemez, lejátszó, ajánlott ár 999,99 cent. CU akár micsoda távirányító, háttérvilágítása, két oldalú lejátszás, fejhallgató kimenet, kijelző kibekapcsolás, görgető tekerőgomb előlapon és távirányítón, digitális célvillasítás, képkocka kimeverítés, utolsó képkocka memória, S-videó kimenete, coax optikai kimenetek, dupla egybites, DIA átalakítók, hangzajarány, 116 decibel, és akkor ott úgy tartják, hogy egy ezermester nem szakértője semminek. Ezzel én nem értek egyet. A szakértelem nem specializáció kérdése, hanem az építésre való magabiztosság és határozottság. Ha éppen egy lézerlemez, kompaktlemez lejátszót keresel, örömmel tölthet el, hogy a Pioneer osztozik ebben a bizonyos, és ugye itt van vége a levélnek, tehát ez félbe van hagyva, és hogy mi akar ez lenni? Hát, és ezért mondtam azt, hogy mennyire érdekes a játéknak a időben az elhelyezkedése, mert ez még bőven az, nem bőven, bocsánat, tehát éppen hogy az analóg korszaknak a vége. Tehát látjátok, hogy éppen egy nagyon új lézerlemez, kompaktlemez lejátszóról írt egy tesztet az apuka. Lámpát felkapcsol, mert félek. John Russell felnyitotta a szemét, és megpillantotta őket, a csillagokat. Úgy szikráztak, mintha ott feküdt volna a családi udvar füvén, Massachusettsben, pedig az a hely 1 millió mérfölddel távolabb volt. Nem pislogott, nem. Mi ez? Nem. Pislogott párat, és kiverte a szeméből az álmot. Kifelé tekintve az Archimedes űrállomás karbon bevonatú biztonsági üvegén, igen, messze volt az otthonától, de a jövőnek szüksége volt rá. John Russell szédült, hihetetlenül részegnek érezte magát, attól függetlenül, hogy órák óta nem nyúlt a pohárhoz, lehányta a lábát. A mesztelen lábát egy pillanatig merev tekintettel bámult, feldolgozva gyomortartalmával szennyezett lábkörmeinek látványát, mesztelen lábszárait, térdeit vizsgálva. Teljesen mesztelen volt. Felnézett, pillantása találkozott egy szűk, polimerszálas tunikát viselő, lenyűgöző szőkenőjével. A szövetet, ami a varrások mentén feszült, hogy elrejtse bőkebleit, az anyagátviteli kezelő felirat díszítette. Aztán elájult. John Russell átlépett a résen. Az időrésen. Csak üzenetek úsztak el előtte, de most már férfi volt. Itt... Nem írom el a elgépelés, vagy nem olvasom fel az elgépeléseket, jó fiúk? Szükségük volt rá, jobban, mint azelőtt. A múlt megváltoztatása többért már nem volt elegendő. A tanács utasításai nyilvánvalóan hangzottak, mit kell megszerezni, mit kell építeni belőle. Hogyan kell összeállítani, ezért megépítette a gépet, hogy test nélkül átküldje őt az időn keresztül.
Most pedig ott állt az Archimedes űrhajó hídján, a kormánynál, mert csak ő, aki már kétszer is megmentette az elnök életét, vezethette a legénységet a végzetébe, a galaxis sorsához. Igen, ezt is írta a Last Prophet, hogy ezek nem helyesírási hibák, hanem ezt így írta le a Terry. Na nézzük! Korai űrrepülés, utópia, fejlett technológia? Kettő, vagy korai befejezése? Mi az második, vagy korai befejezése? Időfolyam túlságosan különböző? Tehát ezek is. Kínai, japán, libanoni? Ez ugye azért fontos, mert hát, ha kiderítjük azt, hogy miért, tehát, hogy miért tűntek el. Mi van, ha JFK nem is JFK? JFK elnök, US plus USSR koalíció? Paradox eredmények jelentik JFK halálában a kívánt kimenetelt? JFK felvétel a HBO-ról. Mágikus töltényelmélet? Magányos fegyveres? X-akták? Szemmel megnézni. Többre vagy képes? Ez a you can do better, ugye ez az egész azt jelenti. Oké. Okay. Vissza az alapokhoz, ismét visszaküldve az 1963-as év Dallasába. Dallas és szükségállapot megszakítja a gépkocsi kísérletet. JFK megmérgezve, elrabolva, megsérülve. LHO, vagy LHO, teljesen mindegy, elfogásra a Szovjetunióban. LHO Marinesben végeztek vele? Miért nem választották szét a gépkocsi kísérletet percekkel JHO tüzelése előtt? A JHO, várjátok, hát olyan izé lesz a merénylő természetesen, de hogy mi volt a teljes neve? Fú, basszus, nem fog eszembe jutni, pedig ugye nagyon sok filmet is láttam erről, jó, mondjuk nem olyan sokat, de párat biztos, meg hát amúgy is hébe-hóba találkoztam vele. Áj, nem tudom. Mindegy. Füves domb gőzhengerelve? És tehát tényleg nem lehet azt tudni, hogy most az apukája miatt tűntek el, mert valami tehát hogy elrabolták őket, meggyilkolták őket. Kombinációt majd meg kell keresni. Mert ugye az apukája úgy nézem, hogy nagyon sok mindennel foglalkozott. Tehát simán benne van, hogy JFK áll a háttérben, mármint hogy az a kutatás. Ezt elolvastam természetesen. Mennyi az idő? Basszus, már 33 van. Végzek ezzel a résszel, mármint hogy ezzel a szobával, és akkor utána úgy lesz vége a videónak. Hát igen, tehát erről a játékról sajnos elég nehéz így végigjátszást csinálni, és kommentálni. Legalábbis nagyon furcsa nekem is. Nem baj, majd apait, anyait beleadok nektek. Ügyes leszek. Ez az. Érdemes a asztal mögé is benézni. Mindenhova, hát nem tudjuk, hogy hol találunk majd, ugye. Ó, nézzétek csak! Benjamin Almond. JFK megölése egy elmélet. Látod a filmet? Fedezd fel az igazságot. Tehát nagyon-nagyon... bocsánat. Nem rendetlenkedünk, mindent vissza a helyére. Aztán lehet, hogy ezt most... itt kell majd. Itt is szépen mindent végignézek. Mert... egy könyv is lehet információ, tehát tényleg nagyon alaposan kell végignézni. Én pedig imádok kutakodni, nyomozgatni, nagyon szeretek. Na nézzük. Hó, ott van valami. A Crestwell biztosítási ügynökség. Elektromos vizsgálati űrlap. Az elektromos vezetékhálózat a házban technikailag teljesen biztonságos és megfelel az áramerősségi szempontoknak. Azonban az utóbbi 100 évben több rétegnyi vezetéket építettek be. A rendszer gyakran kiszámíthatatlan.
Fények villognak minden ok nélkül, a padlóra és az ajtófélfákra mért nyomást megszakíthatja a felszín alatt futó áramköröket. Az elektromos rendszer megfelelő cseréje erősen pusztító jelleggel bírna az épület falára, padlójára és berendezés tárgyaira nézve. A Mr. Grimbayerrel való egyeztetés után, mivel jelenleg nincsenek biztonságot érintő gondok, ezek a hibák nem kerülnek kijavításra. Harrell Price Jr. Black Cat elektromos vállalat. Hát igen, elég régi a ház. Ezt eddig is tudtuk. Ha már pláne, hogy a nagybácsink is már itt élt. Egyedül egy ilyen házban? Úristen! Mert ugye azt mondták, hogy... Tehát egyelőre nem derült ki, hogy... hogy a nagybácsink az... annak volt családja. Egyedül. Igen. Hó, nézzük csak. Ventilátort bekapcsol. Hát, ha történik valami, megnyílik egy rejtett ajtó, vagy bármi. Úristen, milyen hangja van, szörnyű, inkább kikapcsoljuk. Ahaj, blablá. Itt nincs semmi? Nincs semmi. Hopp. 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 Jöjjön ki, bárki is van itt. Jaj, de durva. Úristen, mennyi könyv. Az ilyen gyanús könyveket kell megnézni. Azaz. Milyen, ilyen házat, te úristen, tehát ez tényleg egy még egy, még ha együtt lettek volna a család, de ugye nem együtt voltak, tehát nem négyen voltak, mert ugye Kéti most jött haza, hanem ugye hárman voltak. Hát ez milyen, te atya, gatya, tehát itt el lehet tévedni. Úristen, te fogok, ide jövök, lejök a, mit tudom én, ebbe a szányba, és nem látom a családomat egy évig. Jézusom, durva ez a ház. Alátétet felvesz. Bármi érdekes? Semmi. Magazint megvizsgál. No. Fresh. Ez valami női magazinnak tűnik, vagy igen. Igaz történetek, kamasztranszesztita voltam. Olvasok, mesélnek legrosszabb élményekről. 902.10, ugye ez egy sorozat volt, nem is tudom, ja 90.210, azt hiszem úgy helyes kiejteni. Érdekel még egyáltalán valakit? A férfi tekintete, hogyan háríthatod el? Sarah Holst, nem a Gathering Moss. Hát ez, nekem nem jelent most semmit. De a 90.210 az még nálunk is ment, mint sorozat. Jó, nem is tudom, hogy hány év. Ó, nézzétek csak. A véletlen, gonosz pátriárka, messziás nagykövet. Az alkalmi, néha megbízhatatlan megmentőhős. Egy év a hegyek között, alászállás a hegyről, a véletlen proféta? A megbízhatatlan jóslat? A véletlen proféta? Hát ennek se füle, se farka, valószínűleg, hogy Terry, vagyis hát az a író apukánk írta. Ó, nézzük csak, hogy itt mi van. Látjátok, hogy itt van már nem tudom, már 38 perc, és... és még csak itt járok. Nézzük csak meg. Mi ez? Apu? Apu második könyvét felvesz. És mi volt az, hogy Jézus apa? Sejtem. Ez például ezt a első végigjátszásomkor nem is találtam meg. Gentleman, a férfiak magazinja, 89. február, jó régi. Japán véres háborúja a delfinek ellen, Moszkva éjszaka, kábítószerek, prostitúció mafia, a szerelem új szabály, nők a porondon, birkózó hölgyek. És meg is nézhetjük. Ó, ne gyönyörű. 89. Jó, igen, ez a Jézusom apa. Jó, apu, második könyvet, a véletlen párja, Terence L. Grimbayer. És ugye JFK van a háttérben. És ez a második könyve. Jaj, de jó, az ilyen kis titkok. És ezt a ezős végzjátszásomkor, ezt nem találta meg, ezt a magazint. Tehát nagyon ügyes vagyok, hogy most megtaláltam.
Na nézzük, van még valami? Ó, ott van. Könyvet felvesz. Idegen a házamban. A tinik megértése. Hát igen, nem egyszerű. Pedig ugye ők is voltak tinik. Tehát ugye a ti szüleitek, a mi szüleink is voltak tinik. És hogy miért felejtjük ezt el, vagy miért felejtik el ezt a szüleink? Ó, ki tudja. Hoppá, itt van valami. 0451, hoppá, megvan a kód. Levet elolvas. Kedves Teresz, David kért arra, hogy írjak neked az ismertetőkről, amiket az utóbbi hónapokban küldtél. Őszintén szólva több gondot okoznak, mint hasznot, legalábbis szerkesztői szempontból. Van egy szóhatár, a te feladatod betartani. Nem az enyém, hogy levágjak belőle. De még akkor is egyre nehezebbé válik kigyomlálni belőle a témaváltást és irreleváns elemeket a használható másolatból, jelentősebb átírás nélkül. A Home Theater Aficiando, nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan, olvasói az eszköz minőségéről és értékéről akarnak olvasni, nem pedig a gyerekkori elmélkedéseidről. David. David hosszú ideje ismer már, és ő a főnök, ezért adok a szavára, és neked még egy esélyt. Innod kellene neki egy köszönő üzenetet. Nézd át a régebbi írásaidat, és kezdj el megint olyanokat beküldeni. Talán akkor mindenki elégedett lesz. Brent Kurtwood. Ez az. 0451. El ne felejtsem. Ha elfelejtem, akkor visszajövök ide. Tehát apukánk valószínűleg, hogy teszteket is írt. Ilyen... milyen magazin ez? Bocsánat, elfelejtettem. Ja nem, azt nem így kell nézni, hanem... Home Theater. Tehát valamilyen házi mozi magazinnak teszteket írt. Nincs itt más semmi? Azért jó, át kell gondolni. Illetve jó, azt néztem, ugye ott alul. Feljegyzést elolvas. Igen. Oké. Most itt hagyunk egy kis rendetlenséget. 0451, ugye? Jól emlékszem? Nézzük csak. 0451. Uaj! Júj, de jó! Fiókot becsuk, dokumentumot elolvas. Kubelik vagy Kublik és Wise ügyvédi iroda, Oregon, Boone megye, Front utca 21. Kedves Mr. Massan! Mellékletként csatolva megtalálja az eredeti dokumentumát és egy gépet másolatot a további referencia érdekében. A hitelesített példányt az irodánkban nyújtották be. Köszönjük, hogy a mi irodánkat bízta meg ebben a fontos ügyben. Tisztelettel Jeffrey Wise, Kubelik és Wise ügyvédi iroda. Szerintem inkább Kubelik, tehát hogy ez valamilyen lengyeles név lesz. Jaj, de imádom ezt a játékot, és jó, tök jó így felolvasgatni is. Imádom ezt is. Oscar Massan végrendelete. Akkor ő nagybácsink, ugye? Én, Oscar Massan belátási és cselekvőképességem teljes birtokában, valamint tulajdonaim listába vétele után befolyástól mentesen halálom esetére az alábbiak szerint rendelkezem. 1. Kijelentem, hogy Boone megye életre szóló lakója vagyok. Nincs feleségem, sem gyermekem. Hát akkor... igen, akkor itt kiderült. 2. Kijelentem, hogy nevemhez nem tartozik kiemelkedő adósság, sem élő, sem holt személy irányában. 3. Ezennel minden értéktárgyamat, beleértve az Arbor Hill 1 alatt található lakóhelyet és a környező területet, valamint minden személyes tulajdont és pénzes haszont ifjabb Terence L. Greenbrier-re Ellis megyéből, Abban az esetben, ha ifjabb Terence L. Greenbrier előttem halálozna el, az örökség teljes egészében a gyermekeire száll, kor és cselekvő képesség alapján, mint én, vagy mi van? Pillanat. Alapján.
Itt lehet, hogy megint lemaradt egy kis szöveg. Oscar Messen végrendelte. Én Oscar Messen... Jézusom! Én Oscar Messen belátási cselekvőképességem teljes birtokában, valamint tulajdonaim listába vétele után befolyástól mentesen halálom esetére az alábbiak szerint rendelkezem. Egy kijelentem, hogy Bund megye. Ja igen, ez a, van az eredeti dokumentum, és van ugye a már a rövidített, vagy ez a bármi. Kijelentem, hogy Bund megye életre szóló lakójak, nincs feleségem, se gyermekem. Kijelentem, hogy nevemhez nem tartozik kiemelkedő adósság, sem élő, sem holt személy irányában. Harmadik, ezennel minden értéktárgyamat beleértve az Árból híli egy található lakóját és a környező területet, valamint minden személyes tulajdont és pénzes haszont ifjabb Terence L. Greenbrier Ellis megyéből. Abban az esetben, ha ifjabb Terence L. Greenbrier előttem halálozna el, akkor és csak abban az esetben az örökség teljes egészében a gyermekeire száll, kor és cselekvő képesség alapján, mint a birtok gondozói. Saját nevemet írtam alá erre a végrendeletre 1973. augusztus 13-án a Boone megyei közegyzőségen Oscar Mason. Szuper. Hát a nagybácsi ismeretlenül mindent ingatlanát és ingóságát rájuk hagyta. Na nézzük csak, fiókot kihúz. Itt már nincs semmi. No, fiúk, lányok, akkor végeztem ezzel a szobával. Ha minden igaz. Én remélem, hogy minden igaz. De ezt majd le tudom ellenőrizni, mert mint mondottam volt, hogy azért eszembe fognak jutni a dolgok. Tehát ami biztos, és kiderítettük, hogy a házat a nagybácsinktól örököltük, aki ugye nemrég halt meg. A szüleink a távollétünk alatt, amíg mi Európában utazgattunk, költöztek be az új házba. És mi még nem ismerjük ezt a házat. Tehát biztos, hogy tudtunk róla, hogy örököltük, mert ugye kapcsolatban voltunk a szüleinkkel. Gondolom csak fölhívták egymást. Na jól van. Akkor itt a következő szobánál mentem most el a játékot. Mentés és kilépés a főmenübe. Igen. És akkor innen fogom folytatni. És mint mondottam volt, hogy ez egy kicsit más lesz ez a videósorozat. És maga is a játék egy különlegesség, egy unikum, ugye. És még én is keresgélem a kommentálási módokat, hogy hogy kommentáljam a játékot. Szerintem előbb-utóbb majd bele fogok jönni. Mert szerintem ezt a játékot, ezt legeslegjobban úgy lehet végigjátszani, hogy, hogy egyedül és szépen belemerültök a háznak az atmoszférájába, vagy ugye a játéknak az atmoszférájába. No, köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára jön a következő részt, megpróbálom hamar ledarálni, tehát sikerülni fog, mert ugye nem egy hosszú játék, és megpróbálom élvezhetővé tenni az egész játékot nektek. Tehát köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!